Sziasztok! Hogyha emlékeztek a Kovásza maratonos videómra, amit itt felül az Ibetire kattintva meg tudtok nézni, akkor annak a végén mondtam, hogy jövök a 1001 Spring Trail Kovászna terepfén maratonra. Na, hát most itt vagyok. Megyek, kiveszem a számot, utána átöltözök. Most már megvan a szám, megyek fel, applikálom magamra, és akkor indulunk is. 5, 4, 3, 2, start! Kor, hajrá! Elrajtoltunk. 23 kilométer, 1000 méter szint különbséggel. Hello, merre szaladtunk? Most érünk az első frissítőponthoz, 5,5 kilométernél, 45 perc, 19 másodperc. Sziasztok! Eddig azért nem videóztam, mert 5 kilométer majdnem végig emelkedő volt, és az az igazság, egészségügyileg sem vagyok a legjobban, mert a héten lázzal küzdöttem, nem tudtam szaladni egy kilométert sem, szóval jöttem erre a versenyre, és kicsit azért megvisel, de most már talán kezdem. Egy kilométer után jól érezni magam. Na, gyertek, úgy tudok. Második frissítőpontnál vagy. Szia! Csá! Hogy vagytok? Jó. Hadd a. Beszi, sziasztok! Meg volt második frissítés, 7,8 kilométernél, de eddig kemény volt a terep, ugyanis nagyjából 5,5 kilométer durva emelkedő, utána körülbelül 2 kilométert ereszkedtünk, most pedig itt vagyok az Erdei úton, amely szintén emelkedik egy keveset, azonban az útvonal pestői, ez az őszi táj semmilyen sem fogható. A szervezők nagyon kitettek magukért, hogy a legszebb környezetbe szaladjunk. Ez bátran kijelentem itt 8 kilométert. Na de mindjárt levegő nélkül maradok, úgyhogy később jelentkezem. Jó jelölve, rendesen nem lehet eltéved. Ezért jár a pluszpont szervezőkben, vagyis ezért is. Megvan 10 kilométer. 1 óra 16 perc alatt, ami nem rossz, de jó az nem ilyen, de nem lehet minden versenyen úgy nyomni, úgy húzni, néha kell tudni az egót kicsit elnyomni, és csak szaladni, ahogy jól esik. Amúgy 10 kilométernél ismét elkezdtünk emelkedni. A kamera valószínű nem adja vissza, de nagyon meredek ez az emelkedő is. Oh.
annak, aki azt hiszi, hogy az élet rövid, és nincs ideje semmire, azt tanácsolom, hogy jöjjön el egy terepversenyre, bármelyikre, és mikor 10 kilométer után egy ilyen emelkedővel találja szemben magát, és elkezd azon felfele mászni, akkor ez az élet hosszabbnak fog tűnni. Úgyhogy javaslom mindenféleképpen kipróbálásra. Muszáj most már segítséghez nyúlni, mert azt érzem, hogy az erőm és a táv több mint fele még hátra van, ezért energiagélhez nyúltam segítségért, de mint tudjátok, én nem tartott a csatorna, hogy ez szponzorált hirdetés legyen, azonban a System, ez a citromos íz nagyon bejön, a gyomrom is bírja, és úgy érzem, hogy használ is. Sziasztok! Köszi! És most már elkezdtünk ereszkedni ismét. Sziasztok! Köszi! És eddig tartott az ereszkedés, most emelkedünk ismét. Kovászna az 1001 forrás városa, a verseny is nem hiába kapta ezt a nevet, az 1001 forrásból most egyet ti is láthattatok. Hajrá, hajrá! Nyomjátok, srácok, nyomjátok! Sziasztok! Megfordultunk, most már elméletileg inkább lefele kell szaladni. Amíg nem kezdtem el terepen szaladni, nem voltam egy vagy környezettudatos ember, és most se tartom magam Greenpeace aktivistának. Azonban, amikor ilyet látok, és tudom, hogy bizonyos emberek ezt az anyagi haszonyt képesek, hajrá! Képesek vágni és tönkretenni, hajrá! Szívem az összeszorul. Tudom, hogy ezt a videót ők valószínű nem fogják nézni, és nem tesznek semmit ez ellen. Szia! Tovább is ugyanúgy fogják kivágni a fákat, azonban én ezt elmondtam. Köszi! Megyek tovább. Jó fele tartom. Itt a jel, de amúgy eltévedni nem nagyon lehet, de tényleg nagyon jól ki van jelölve. Sziasztok! Most már... Igen, videó! Fájn kis szurkolunk. Láthatjátok, hangulatra nem lehet panasz, még itt az erdő között is szurkolnak nekünk, biztatnak minket. Nem gondoltam volna, hogy elsőre ilyen jó versenyt hoznak össze a szervezők, de le a kalappal, meg is emelem. Ja, nincs. Majd máskor. Hónapok óta fáj az akilleszem, küszködök vele, de nem akartam orvoshoz menni. Gondoltam, hogy én otthon házilag ki tudom ezt kezelni, de úgy érzem, hogy most már muszáj elmenjek, mert ez az utolsó 3 kilométer, amelyet lefele szaladtunk, nagyon megerőltette és kimondhatatlanul fáj. Még kétségeim vannak az miatt is, hogy versenyt egyáltalán be tudom-e fejezni, ez a fájdalom el fog-e múlni vagy sem. Most egy keveset emelkedünk, remélem, hogy ez idő alatt kicsit megpihen és ki fogja bírni, de bízzunk a legjobbakban. Salut, salut! Vai a música mais tarde! Merci!
megvan 20 km, 2,5 óra alatt. A lábam az még úgy, ahogy bírja, de már nem jövök olyan őrült tempót lefele. Inkább óvatosan megpróbálom befejezni. De a 20 km az 2,5 óra alatt sikerült, de nem is az idő a lényeg, hanem az, hogy ilyen versenyen részt vehettem. Végig jól éreztem magam, és még van 3 km, de már valószínű, hogy ez nem nagyon fog változni. Igazából ez a futás lényege. Élvezd, szeressed, aztán a többi majd jön magától. Nem kell senkivel versenyezni, hanem magad által felállított célokat érd el. Hogyha ezt meg tudod tenni, akkor te már egy győztes vagy. Igazából ez a futás lényege. Mind a mellett, hogy az egészségre is jótékony hatással van. Na, de most már találkozunk a célba. Ceausescu-ról az is hallott, aki nem itt élt Romániában. Ő volt a feje egészen 1989. decemberéig annak a kommunizmusnak, amely Románián sok éven keresztül uralkodott. Ceausescu is járt Kovásza fele, látta, hogy milyen szép itt a táj, ezért úgy gondolta, hogy felépít ide egy villát magának. Most itt vagyunk ez mellett. Jövök, jövök! Ez a villa az ő dicsőségét tükrözi. Bemenni azonban nem lehet, mert ma is szigorúan őrzik a kutyákkal. Hallottátok ti is. De most már találkozunk a célban. Utolsó méterek. Most már tele vagyunk ismerős arcukkal. Ez itt Kovász Amarató szervezője. Hello! Sziasztok! És most már megvan ez a verseny. És megvan! Gratulálunk! Mi van, Spartán részes fiú? Bravo! Bravo! Amit láttátok, egy újabb verseny sikerült kipipálnom, az 1001 Spring Trail Kovászna félmaraton, 23 km, 1150 méter szintkülönbséggel. A verseny az végig jól ment, végig tudtam élvezni, nagyon nem húztam, mert mint láttátok, fájt az akilleszem, és nem akartam jobban lesérülni. Videóban minden benne van, hogy mennyire szép volt az útvonal, mennyire jó volt a hangulat. Még egyszer gratulálok a szervezőknek, jár a taps. Ez a verseny jövőre is megrendezésre kerül, úgyhogy ajánlom mindenkinek, aki szereti a szaladást és szereti a természetet. És tudjátok, az a négy dolog, ami három. Lájkoljátok, iratkozzatok fel, osszátok meg, és ennyi. Találkozunk a következő versenyben.